Január vége óta tart az influenza járvány Magyarországon. Jó hír ugyanakkor, hogy az év 9. hetében már országos szinten több százal csökkent a betegek száma az azt megelőző hét naphoz képest. Az ANTS honlapján olvasható adatok szerint miközben 8 megyében mégis emelkedett az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága. szabolcs nem változtak érdemben a számok. Noha a vírusok ellen 100%-os védőoltás nincs, nagy hatékonysággal véd a három komponensű vakcina, amely bár többek számára ingyen elérhető, sokaknak még így sem kell. A 35 percben megszólaló gyermekorvos szerint jó ötlet lenne, ha a megmaradt térítésmentes oltóanyagot olyanoknak adhatnánk be, akik bár nem tartoznak a rizikó csoportokba, de igényt tartanak rá. Az oltás mellett természetesen sok más dolgot is tehetünk a betegség megelőzése érdekében. Nyilvánvaló, hogy az első az, hogy hogy egészségben legyünk, a másik az, hogy, hogy akadályozzuk meg, hogy ránk ragadjanak azok a vírusok. Ugye ezt ugye a zárt közösségekben minél kevesebbet tartózkodni, a beteget, ha nyilvánvaló beteg, minél hamarabb kivenni abból a közösségből, magunk, aki betegek, felnőttek gyermekek, az valami védő rendszerrel, egy szájmaszkal, hát közlekedjen, ugye nagyon sokat hallunk napjainkban, van, hogy tüszenteni hogy kell, meg hogy kell használni a zsebkendőt. Bizony ezek az elemi szabályok nem hiába valóak. A higiéni szabályok betartásával, így a gyakori kézmosással és fertőtenítéssel is nagyon beséllyel úszhatjuk meg az influenzát, ami egyébként a gyerekek körében könnyebben terjed, hiszen az ő szervezetük még nem nagyon találkozott vírusokkal, ami védettséget alakított volna ki a szervezetükben. Az influenza járvány közepette is jobban foglalkoztatja az embereket a néhány hónapja megjelent és vidágszerte terjedő koronavírus, amely az elmúlt héten el hazánkban is felbukkant. A kedd délelőtti adatok szerint az országban 12 fertőzöttet tartanak nyilván. Sokan párhuzamot vannak a két betegség között, a szakember ugyanakkor a lényegi különbségekről is beszélt a műsorban. Nagyobb a fertőző képessége, mint egy hagyományos influenzának, tehát mikor skálán mondanánk, hogy egyes az influenza, ennek kettes-hármas a kontagiozitása, tehát hogy átterjed, vagy reprodukációs képessége. És hát ugye az a, még egyszer, amit hangsúlyozok, hogy egy valójában egy új, új vírusról van szó, aminek a legnagyobb problémája az, hogy létezik. Ahhoz létezik, mert ez létezni fog holnap is, meg jövőre is, meg máskor is, és nem tudjuk, hogy mi következik belőle. A vírus ugyanis mutálódhat tette hozzá, nem elett, mivel egy teljesen ismeretlen állati kórokozó terjedt át az emberre. Sok tulajdonságát illetően csak következtetni tudnak a szakemberek. Ez is az oka annak, hogy még mindig nincs a COVID-19 ellen védőoltás.